És sziasztok srácok! Végre megtört a jég, és egy hatalmas frissítés jött a karácsonyra, amit már vártunk hetek óta. Az Epic Games szíve megolvadt, és rengeteg mindent hozott nekünk, challenge-eket, egy vadonatúj Battle Pass rendszert, új skineket, mindent. Úgyhogy ebben a mai videóban tömény mennyiségű karácsony lesz rengeteg dologgal, úgyhogy ne menjetek sehová. Ha esetleg szeretnél támogatni és részt venni a Minty csákány sorsoláson, ami majd szombaton lesz, akkor ne felejtsék el használni a Super Creator kódomat, ami nem más, mint Ghost Knight Rider. Nagyon szépen köszönöm a támogatást! Így a videó elején lapátoljuk el a havat és nézzük meg a vadonatúj skineket. Every day we escape, losing all of our faith. We can't live this way. Feel me slowly fade away. Feel me slowly fade away. As far as the wind will take me. Every day I feel time. Az egyik új skin egy PS Plus skin lesz, ami hamarosan elérhető lesz a PS Plus tulajdonosoknak. Ez mellett be fog kerülni egy vadonatúj bundle csomag is, ami természetesen store-os lesz, nem item shop-os, és ez a három skin lesz benne. A fagyos Nogops, a kettő szörny, illetve egy fagyos fish stick. Az ára ugyanannyi lesz, mint a legendás csomagoknak. Ezeken a skineken kívül rengeteg régi skinnek jött vadonatúj stílus teljesen ingyen. Vadonatúj stílus kapottak Dogó, a Crackshot, a Varázslók, vagy például a Codename Elf is. Codename Elf mint is kiadásban? Nice! Került be rengetegféle csákány is, amit sajnos csak így tudok nektek megmutatni, de mint látjátok elég sok van.
Került be három glider is, igen, jól látjátok, az egyik egy 2020-as glider, amit ingyen fogunk majd megkapni egy challenge során. Ismét tömérdek mennyiségű wrap is került be a játékba, van itt karácsonyos, bujékos, meg mindenféle. Háromféle új zuhanás is került be, ebből a Disco Dive egy ingyenes lesz majd egy challenge által. Az a zöld zuhanásról nem tudok semmit, bent van a játékban, viszont nincs neve. A felső holdiról meg nem tudok semmit. Viszont most jöjjön az emote time! Került be még 3 vadonatúj töltőképernyő, amit szerintem challenge-ekkel lehet majd feloldani. Kerültek be vadonatúj banner ikonok is, azért érek ki rá, ugyanis be fog kerülni a játékba a Prestige nevezetű funkció. Ez lényegében annyit akar, ha elérjük ugye a 100-as szintet, akkor ugye megkapjuk a Fusion-t, viszont ha például elérjük a 200-asat, akkor ki tudjuk váltani ezt a Prestige-et, és kapunk egy banner ikont, és visszaugrunk egy első szintre. És ha a banner ikonok nem csalnak, ezt 5-ször meg tudjuk csinálni, ugyanis 5-féle ilyen banner ikon van. Szóval ha az összes ilyen banner ikont meg akarjátok szerezni, akkor érjétek el az 500-as szintet. Ha minden igaz, egy fagyasztóféle fegyver is be fog majd kerülni a játékba, a funkciójára kíváncsi leszek, persze lehet, hogy Save the World-ös, de én szerintem ez Battle Royale-os lesz.
és idén sem maradunk ki a 14 napos Fortnite challenge-ekből. Idén is azért elég sok mindent be lehet húzni majd ingyen, ugye minden nap kapunk egy challenge-et, és ha megcsináljuk, egy ingyenes dolgot fogunk kapni cserébe. Idén egy banner ikont, egy wrappet, egy emotot, háromféle gördeszkát, egy csákányt, egy zenét, kétféle graffitit, egy glidert és egy zuhanást. Nem rossz kis ajándékok, arra kíváncsi leszek, hogy mikor fog ez kezdődni. Úgy látszik, az Epic szétszette az Overtime Challenge-eket, és jelenleg csak egy lesz majd elérhető. Ez pedig a Remedy versus Toxin. Itt, ha az összes challenge-et megcsináljuk, Remedy-nek és Toxin-nak az Overtime Challenge-es kinézetét fogjuk majd megkapni. Az is biztos, hogy nem csak ez az egyetlen egy Overtimer skin lesz, úgyhogy majd következő frissítésben jön a következő. És mi a helyzet ezzel a vadonatúj Battle Pass rendszerrel? Mi tudjuk, új season csak februárban fog kezdődni, addig mit is fogunk csinálni? Nos, az Epic kitalálta, hogy legyen évi Battle Pass exkluzív skinekkel. Ez annyit takar, hogy egy csomagban meg tudjuk venni 2020 összes Battle Passét. Ami, ha minden igaz, 4 Battle Pass. És nem csak az évi Battle Pass fogjuk megkapni, hanem ez mellé 7 darab exkluzív skint is. Az első 3 exkluzív skint a képen is láthatjátok. Az, hogy ezt a csomagot mikor is lehet megvenni, jó kérdés, szerintem a napokban, ugyanis most lesz majd a Game Awards holnap, úgyhogy lehet, hogy az Epic erről is fog majd beszélni. Ha lesz több info erről a csomagról, mindenképp lesz róla videó, amiben részletesen elmagyarázom, hogyan is fog működni. Na srácok, ennyi lett volna ez a mai videó. Ha tetszett, akkor dobjatok lájkot, és iratkoztok fel, ha még nem vagytok. Holnap mindenképpen lesz egy videó, amiben szó lesz az eventről, ami most ugye szombaton lesz, illetve az egy-két elmaradás, ha esetleg lesz, ha kilíkelnek valami újdonságot holnapra, plusz ott lesz a Game Awards bejelentése, szóval biztosan lesz egy holnapi videó, amiben még több dolog lesz. És a holnapi videómban lesz a Minty csákányról szóló nyereményjáték is. Köszi srácok, hogy megnéztétek a videómat, Ghost Nerader voltam, sziasztok!